április 3, akkor a Városnapja idén hosszú hétvégére esik ez az ünnep, így három naposra terveztük, április 1-től egészen április 3-án estig várjuk a város lakosságát. Főleg a családokra és a történelmi hagyományokra építjük a három napos programot. Pénteken a Fortuna együttes színházi előadásával, a Hári János zenés darabbal indítunk itt az Ifjúsági Házban. Szombaton délután 2 órától a Margit sziget veszi át a főszerepet, itt zajlanak majd a programok két napon keresztül. Itt találkozhatnak a Lehel vezér cserkész csapattal, a Hamza Múzeummal és egyéb színpadi programokkal. Ezen a napon lesz például a város vendége a méltán híres és mindenki által ismert Ocsó Macsó együttes. Vasárnap délelőtt 10 órától indul a betyár találkozó, illetve a huszár kaland családoknak, gyerekeknek, ahol izgalmas ügyességi vetélkedőkön vehetnek majd részt, illetve különböző ide tartozó színpadi programokat is láthatnak. A város ebédje is ezen a napon kerül megrendezésre, ismételten Csányi Sándor, a gulyás király, Üstjében fő, majd az alföldi csipetkés gulyás, amit nagy-nagy szeretettel ajánlunk, és várunk rá minden kedves városlakót, hiszen ez is ingyenes, mint a Városnapja összes többi programja. Délután 12 óra 40-től egy új helyszín kapcsolódik be a városnapi programba, ez pedig a Szent Klára idősek otthonának udvara, ahol a Hagyaték Hagyományőrző Egyesület szervezése jóvoltából különböző betyáros, huszáros, lovas bemutatókat nézhetnek meg az érdeklődők. Majd pedig mindenkit várunk a város főterére, hiszen 2:30-tól a Szolnoki Légierő Zenekar tér zenéjére gyülekezünk, és 3 órától tartjuk a megemlékezést a Városháza előtti téren, ahol díszszemlével, ünnepi beszédekkel és a történelmi eseményekre való megemlékezésre várjuk a lakosságot, hiszen ha néhány napra is, de egykoron 1848-49-ben a szabadságharc idején Jászberény fontos helyszínévé vált ennek a történelmi eseménynek. Ez az a nap, ez az a délután, ez az a rendezvény, ahol a tavaszi emlékhadjáratot fogadja a város, és így emlékezik meg erről a jeles történelmi eseményről. Ide is szeretettel várunk mindenkit, majd pedig az ezt követő koszorúzásokra. A koszorúzások után ismét a Margit sziget lesz a helyszíne a programoknak. Itt zárul a betyárok hagyományőrző programja nyilvános betyárakasztással, majd pedig a Viganó, ami növendékeinek gálaműsorát láthatják, és befejezésképpen pedig a Szolnoki Légierő Zenekar fúvószenekari parádiával zárjuk a háromnapos eseményeket. Gazdag programkínálatunkról, a pontos programokról, helyszínekről és időpontokról a jászberényiprogramok.hu oldalon tájékozódhatnak, illetve a tavaszi zsongás programfüzetéből, amely a város több helyszínén és intézményeiben is elérhető.